Egy szeretettel köszöntöm a Gömör és Nógrád Rádió hallgatóit, én Vince Gábor vagyok. Önök a Gortva-völgyi Krónika című műsort hallgatják, mely minden hétfőn 18 órai kezdettel kerül adásba a Gömör és Nógrád Rádióban. Adásunkat visszahallgathatják kedden délelőtt 10 órától, vagy akár már rádiók YouTube csatornáján is. A mai adás különleges lesz, hiszen tegnap volt a trianoni béke diktátum 103. évfordulója. Trianon medvesajára gyakorolt hatásáról viszonylag kevés adatunk maradt fenn, a témában tulajdonképpen az egyetlen elérhető tanulmány, Pozó Andrea, trianoni határok és medvesajja című munkája. A szerzővel a medvesajjai majális keretében szerettünk volna beszélgetni, de a Covid-járvány miatt erre csak 2021-ben került sor. A műsor további részében a beszélgetés hanganyaga lesz hallható teljes egészében, így emlékezve a magyar történelem legszégyentelesebb eseményére. 1920. június 4-e a trianoni béke megkötésének dátuma. Ez az összmagyarság és ezen belül a felvidéki magyarság egyik legnagyobb tragédiája. Arról azonban, hogy ez milyen hatással volt a medvesei emberekre, el eddig nem volt túl sok információnk. A medvesei majális keretében szerettük volna ezt az előadást megtartani, de a koronavírus járvány közbeszólt, és így online megoldást választottunk. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Bozó Andreát Fülekről, aki a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakon végzett, és jelenleg a 2007-től a Losonci Nógrádi Múzeum és Galéria alkalmazásában áll. Bozó Andrit azért kerestük meg a témával kapcsolatban, ugyanis ő írt az egyetlen tanulmányt, ami ebben a témában megjelent és felelhető. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm akkor Andit, és megegyeztünk, hogy tegeződünk, úgyhogy tegező viszonyban fogjuk ezt a beszélgetést lebonyolítani. És akkor szeretném fel is tenni mindjárt az első kérdést ezzel kapcsolatban. Én azt szeretném először megkérdezni, hogy miért éppen medvesajjal érintő határváltozásokat helyezted a tanulmányod központjába, esetleg van valami rokoni vagy egyéb kötődésed a kistérséghez, hiszen a tanulmányodban is említed, hogy a Bozó vezetéknél az a vecseklő nagyon gyakori. Igen, hát először is én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És akkor vágjunk bele, válaszolok is az első kérdésre. Hát a medvesajja nekem mindig is a szívem csücske volt, mivel hogy az édesapám innen származik. Több faluban is vannak rokonaink, és akikkel még gyerekkoromban tartottuk is a kapcsolatot, hát ugye manapság már meglazulnak ezek a rokoni szálak az életvitelnek köszönhetően, de a medvesajja az mindenképpen egy olyan hely volt számomra, ahol valahol vissza lehet térni a gyökerekhez. Annak köszönhetően, mivel egy hagyományőrző vidék, és nagyon rokon szerető emberek lakják a mai napig. Igen, a Bozó név az tényleg gyakori itt, de nem csak itt, hanem egész Nógrád, történelmi Nógrád, tehát ezen a vidéken, határon, innen és túl gyakran előfordul. Úgy tudom, hogy Vecseklőn van a tűzfészke a Bozó vezetéknévnek, ugyanis ha ott kimegyünk a temetőbe, akkor a sírokon lehet látni, hogy ugye milyen nevek. A leggyakoribbak, az egyik leggyakoribb a Bozó, aztán van még a Deák, a Hulitka, a Vég, Surany, azt hiszem, no, de tényleg az egyik leggyakoribb a Bozó név. Valamint a doktor Borovszky Samu is megemlíti a Magyarország Vármegyé és Városai sorozat Nógrád Vármegyéről írt monográfiájában. Ezt a vezeték nevet, akit érdekel, vagy aki ezt a nevet viseli, utána is nézhet. Jó van, hát erről ennyit. Köszönöm, és akkor szerintem térjünk is rá a mai előadásnak a közvetlen tematikájára, ugyan a trianoni békediktátum és a medvesei hatásaira. Egy kicsit messzebbről indítanék. Hogyan élte meg a medvesei közösség az első világháború éveit? Mik jellemezték a kistérséget ebben az időszakban gazdasági és szociológiai szempontból? Igen, én egy picit pontosítok, tehát az első világháború végéig, nyúló időszakról van szó, tehát nem kimondottan a háború évei, azok hasonlóan zajlottak, mint ahogy máshol is. De hát ugye a háború előtti évek azok, illetve a háború vége előtti évek azok, amikor még egységes volt a medvesajja,
Ez egy szerves egységét képező tájegység volt. Beszélhetünk szűkebb értelemben Medvesaljáról is, tágabb értelemben is. És nem létezett az a határ, ami most van, Cered és Tahiti között, ami húzódik, tehát annak fényében kell néznünk a dolgokat. Ezeket a falvakat egyrészt összekapcsolta ugye nyelv, a nyelvjárás, tehát ugyanazt a nyelvjárás használtak minden faluban, hasonló, tehát pici különbség lehetett, de a Medvesaljának megvan egy sajátos taj nyelvet, egy dialektusa, a palóc nyelvjáráson belül, amit úgy lehetne jellemezni, hogy a gömör és a nógrádi palóc nyelvjárásoknak egy ilyen keveréke. Sok archaizmust megőrzött, például az elipszilon, tehát a lágy j használatát, amint hogy ezt a nógrádi falvakra, az a nógrádi falvakra jellemző. Például azt mondják, hogy lány, nem jány, hanem lány. Gömörben már jányt mondanak. És a gömöriből pedig például a diftongusokat, a dupla, tehát a kettős magánhangzókat használja, hogy nem szép, hanem szép, nem jó, hanem jau. Ezt itt a medvesaiak jól tudják. Azon kívül, hát ugye a nyelven kívül, hát minden dologban egységes volt, tehát például a népszokásokat illetően, néprajzi szempontból, a szokásokat illetően, de a gazdaságot, az életmódot illetően is hasonló volt a falvaknak, a életmód, lakóinak az életmódja, elsősorban a földművelés, de ugye a bányászat, és aztán később az ipar is szerepet játszott ebben a környező városokban, jártak bedolgozni az emberek. Illetve, ami nagyon fontos és nagyon kiemelnivaló, az a rokoni rendszer. Tehát a rokoni szálaknak az összefűződése, ami annak is köszönhető, hogy ugye nagyon sokai megőrizte ez a vidék az egyik ilyen palóc jellegzetességet, amit úgy hívunk, hogy a nagycsalád intézménye, itt hadnak hívtak a nagycsaládot, és ezek a nagycsaládok egészen a 20. század közepéig éltek. Ez azt jelentette, hogy ugye patriarchálisan rendeződtek, a menyecskéket vitték a legények a saját házukba, ugye az apjuk házába, és ott a testvérek, a családjaikkal együtt éltek. Ennek is köszönhető az, amiről beszéltünk, hogy a nevek például megőrződtek, bizonyos minden községnek megvoltak a tipikus nevei, és hát úgy őrződtek meg, hogy helyben maradtak ugye a névadó férfiak, és a menyecskék jöttek oda. Hát aztán voltak a ragadéknevek, amik segítettek megkülönböztetni ezeket a széles, kiterjedt családi ágakat. A rokoni szalak a mai napig fontosak, tehát rokon szerető emberek élnek itt a medves alatt. Ezt többször is tapasztaltam, hiszen amikor ide látogatok, akkor olyan kellemes érzés az, hogy szinte minden faluban, ha megmondom, hogy innen származok, akkor megkérdezik, hogy melyik hadbó. És akkor, amikor megmondom, hogy melyik hadból, meg hogy kik a felmenőim, akkor rögtön képbe vannak, és rögtön elő tudnak állítani még élő rokont. Szóval valóban nagyon nyomon követik a rokoni szálakat, és tartottak is erősen a rokoni kapcsolatokat. Annak idején régebben ez még inkább így volt, tehát ugye, ha határról beszélünk, akkor bizony ez is nagyon nagy károsodást szenvedett annak idején, amikor a határt meghúzták. És ugye, ha jól tudom, a tanulmányban is szerepel, hogy ez a medvesai kistérség akkor cseh uralom alatt tartott, a csehek megszóltak, hogyha jól tudom. Igen, akkor folytassuk tovább a történelem szálait. Hát, mit lehet erről a csehek megszólalásról? Igen, az első világháború vége volt az a pont, amikor a radikális változás következett be, ugye... A csehszlovák hadsereg megszállta ezt a vidéket is, még Ceredet is, tehát Cered is megszállás alatt volt, de azt 1919-ben a Magyar Honvédségnek sikerült onnan kiverni a cseh megszállókat, így került aztán, így lett aztán ugye Cered Magyarország része, de a többi falut ugye Csehszlovákiahoz csatoltak, illetve először csak demarkációs vonalat jelöltek ki, amit aztán 1920-ban a trianoni béke diktátummal szentesítettek, és így végleg Csehszlovákiahoz csatoltak a medvesai a nagy részét. Azért választottam ki Cered és Tahitit,
ugyanis két falu szinte annyira szomszédos falu, hogy szinte már össze is, majdnem össze is épült, tehát csak egy kilométer távolság választotta el a két falut egymástól, és nagyon könnyű volt az átjárás, és össze volt kötve a két falu családok, ugye házasodtak egymás között természetesen, a család viszonyok, gazdasági viszonyok, meg egyéb mindenféle viszonyok kötötték össze, mint ahogy az egész Medvesalját is. És hát ez a legszemléletesebben itt a két falu között lehetett nyomon követni a határnak, a határ okozta változásokat. És ugye azt nem kell mondani, hogy a Trianon milyen megrázkódtatás volt az összmagyarságnak, nem csak az összmagyarságon belül, pedig szintén a felvidéki magyarságnak is. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy érintette a határok erőszakos megváltoztatása Gömör, ezen belül Medvesalja lakosságot? Ugye részben majd érintetted ezt a témát, de igen, mindennapi életben az hogy nyilvánult meg? Igen, ezt ki kell mondani, hogy ez mindenképp ez egy óriási trauma volt. Tehát aki ezt letagadja, az nem ismeri a történelmet, vagy nem hallotta beszélni az időseket, akik még ugye ezt úgy valamilyen szinten közelebbről megélték. Nyilvánvalóan tráma volt, hiszen arról beszéltünk, hogy mennyire átszőtték ezek a régiók egymást, vagyis mennyire átszőtték, át meg át volt szőve nem csak rokoni szálakkal, hanem gazdasági szálakkal természetesen, illetve szokásrendszerrel az emberek egymást ismerték. Hát meg ami a legfájdalmasabb, ugye a családoknak a szétválasztása, tehát a családtagok kerültek egymástól elszigeteltségbe. Olyan egy kicsit ahhoz hasonlítanám valóban, mint amikor egy végtagot levágnak. Tehát ez nagyon jó hasonlat, mert valóban így van ugye az emberi testben is. Erecskék, meg sejtek, sejtcsoportok vannak, és hajszál erek kötik össze, és szállítják ugye a vérrel szükséges anyagokat. Ugyanúgy működik ez tehát a világban is, tehát vannak utak, úthálózatok, ilyen-olyan szövevényes viszonyok, kapcsolatrendszerek, amiket egyszerűen kettészelt a határ, tehát tényleg elvágott, mint egy elvágott végtagot. Ezután ugye radikálisan át kellett rendezni ezeket a viszonyokat határon innen és túl is, tehát az történt, hogy ugye utak, amelyek valahova vezettek azelőtt, egyszerűen sehova se vezettek. Tehát egy ilyen világvégei helyzet alakult ki a határ két oldalán, bár ez még az első csehszlovák állam idején nem volt annyira szigorú. Igen, említettük is morra a Celed és a Tajti között elhelyezkedő kis határátkelőt. A következő kérdésem is erre irányulna, hogy a gyakorlatban milyen módon működött a határátjárás Celed és Tajti között a trianoni békediktátum után? Tehát milyen gyakorlati problémákkal szembesült, aki mondjuk Tajtiról akarta átjutni Celedbe ebben az időszakban? Sokféle problémával szembesült. Hát ugye az itteni nép az mai napig nagyon vallásos, akkor is nagyon vallásos volt. A medves alatt két szüke medves aljáról beszélünk, két egyházközség működött. Az egyik volt ugye ahol Újbást, azaz akkori nevén Egyházasbást. A másik pedig Cered. A ceredi egyházközséghez tartozott Tajti és Hidegkút is. Amikor a határt meghúztak, akkor persze ez a templomba járás, ez a templomba járás már nem volt lehetséges, hivatalosan legalábbis nem. A híveknek a messzebbi basti templomba kellett járniuk misére. Hát ezt akkoriban még nem nagyon szigorúan tartottak be, tehát voltak ilyen lehetős kiskapuk, amikkel meg lehetett oldani. De hallottam például azt, hogy Ceredbe sokáig a templomban a cerediek fenntartottak a tajti és hidegkúti híveknek az üres, tehát az egyik oldalon a cerediek ültek, a másikon a tajtiak, hidegkútiak, és fenntartottak nekik az üres helyet, tehát ilyen szolidaritásból így van, ilyen jelképesen. Azon kívül, hát ugye a csehszlovák állam idején nem volt annyira, az első csehszlovák köztársaságról beszélünk, nem volt annyira szigorú az a határ, ugyanis volt Cered és Tajti között egy kis határátkelőhely. A fő határátkelőhely Somoskőújfalon volt, ahol most is. Hát, hogyha arra kellett volna járni,
mint ahogy a későbbiekben ez be is következett, hogy arra kellett átjárni a szomszédfaluba, 70-szeres távolságot kellett megtenniük a 70 kilométeres kerülő volt. Tehát egy kilométer helyett 70 kilométert, ami oda-vissza már ugye 140, illetve 140 és 150 között van. Tehát az nagyon óriási különbség természetesen. De akkor még működött kis határátkelőhely, ami azt jelentette, hogy voltak határőrök, a magyar oldalon határőröknek nevezték őket, a csehszlovák oldalon financoknak, és az öregek elmondása szerint Ceredi oldalon volt egy virágos elejű bódé, bútka, ahol ők tartózkodtak. Ez egy érdekes történet, ugyanis hát ugye a határőrök csehek voltak, vagy pedig szlovák határőrök, akik idegen elemként kerültek ide, de idő után aztán ugye összeismerkedtek az emberekkel, meg is tanultak magyarul, hogyha sok tovább itt voltak, családjaikkal együtt, és beilleszkedtek, tehát jó viszonyt alapultak a helyi lakosokkal. Egyfajta szimbiózus alakult ki, tehát szemet hunytak sokszor a kihallgások fölött. Tehát olyan megengedő volt, tehát lehetett azért kelni. Igazolvány kellett a határon, tehát az egyik falu határon való átjutáshoz igazolvány kellett. Ezt úgy hívtak, hogy határszéli úti igazolvány, és egy évre lehetett igényelni. De igazolvány nélkül is átjártak, amikor csak tehették, tehát kiátszottak a határőröket, illetve azok se vették olyan szigorúan. Van egy népdal, még visszatérve a financokra, hogy van egy ilyen népdal is, amelyik megénekli, hogy milyen viszony volt a financokkal. Hát egyéb viszonyok is voltak, mint ahogy a népdal mondja, hogy híres tájti menyecske, szégyelheted magadot, Franciába kiküldted az uradot, dolgozni ugye, Franciába kiküldted az uradot, határőrvel, biciklin hurcoltatod magadot. Na, hát az ölt határon is gyakori volt az átkelés, az ugye tilos volt, de ott lehetett a legkönnyebben átkelni. Templomba is jártak a tájtiak Ceredbe. Hát, hogyha elkaptak őket a határátlépés, határáthallgás közben, és szigorú volt a financ, akkor pénzbírságot kellett fizetni, vagy pedig, ha nem akarta kifizetni, akkor leülhette néhány napot, leülhetett a feledi börtönben. Sokan inkább azt választották. Legények is jártak ott szórakozni, ugye a Ceredi mulatságban is, viszont voltak incidensek is, amikor egy kicsit ugye nekibátorodott, beborocskázott legények nekiestek a financoknak, tehát ilyen esetről is tudok a elbeszélésekből, és akkor bizony olyan is történt, hogy elvitték börtönbe őket. Ugye a vallási vonatkozásokat érintetted az előbb a válaszodban, viszont volt még egy érdekes hivatkozás a trianoni határ mozgatásnak, hiszen gyakori eset volt az is, hogy a medvesai gazdagnak ugye földterülete épp Ceredbe ott, esetleg Magyarországon, és ilyen helyzetben, hogy mit tudtak ezek az emberek tenni, hogy művelhették tovább a földjeiket, vagy ez ebből a célból végképp senki nem javarhatott ott azon a bizonyos határon? Igen, ezt próbáltak azért rendezni, ugyanis tényleg az volt, hogy a határ nem vette figyelemben, mint ahogy a nyelvi jellegzetességet sem, kulturálisat sem, ugyanúgy gazdaságit sem, meg a birtokviszonyokat sem vette figyelemben. Nagyon sok gazdának a határ túloldala maradt földje, ez oda-vissza így volt, tehát a Cerediaknek itt, és az ittenieknek pedig a Cered határában. Ezeket aztán megpróbáltak valahogy rendezni, bevezettek ilyet, hogy kettős birtokosság intézménye, tehát engedélyezték a gazdáknak megművelni az ott maradt földjeiket, és azoknak haszonélvezői is lehettek. Voltak még olyan földek is, amelyek közös földek voltak, például a hidegkutiaknak volt Cered határában egy Fenyves nevű rész, ahová legeltetni jártak, azt az egész falu használta, tehát Hidegkút népe, és ott legeltettek. És tehát ezt is engedélyezte ez a kettős birtok, tehát ezt is valahogy rendezték, hogy lehessen folytatni ezeket a tevékenységeket. Hát erre a kérdésre nagyjából ennyi,
És én még a bevezetőben elfelejtettem mondani, és most így szeget ütött a fejembe, hagyj egészítsem ki, hogy ugye ezt a kutatást én határ narratívak alapján végeztem elsősorban, természetesen a meglévő szakirodalmat is ott tanulmányozva. De a határ narratív azt jelenti, hogy idősebbekkel is, illetve fiatalabbakkal is, mindenféle generációval beszélgettem a határon innen is túl, és az ő elbeszéléseikből építettem fel azt, hogy hogyan élték meg az emberek ezeket a történelmi időket. És ez őket idézem néha, tehát ő rájuk hivatkozok ilyenkor. A vallási és a földművelési vonatkozás mellett ugye nagyon fontos, mert mégis említetted a családi vonatkozás, hogy hogyan alakultak a családi kapcsolatok a határ két oldalon a trianoni békediktátum után. Igen, ahogy említettem is, ez volt a legfajóbb pont, tehát érzelmileg talán ez volt a legnehezebben elviselhető az emberek számára, tehát sokszor láttam olyat, hogy az idős néni, ahogy beszélte el, hogy nem tudtak ugye kommunikálni nagyon közeli családtagokkal sem, illetve korlátoltan tudtak csak kommunikálni, hogy gyakran könnyeket csaltak ezek a visszaemlékezések a szemeikbe. Hát ez igen, valóban nagyon fajdalmas volt. Ahogy mondtam, az első csehszlovák köztársaság idején még nem annyira, ott még azért volt lehetőség a találkozásra. Aztán ugye az 1938-as visszacsatoláskor megújultak ezek a kapcsolatok, tehát felélénkültek. De illetve még azelőtt is, tehát a két világháború közötti időszakban is úgy mondtak a szerediek, hogy nagyon sok menyecskét vittek a két háború között a medves alól Szeredbe. Tehát akkor még lehetett. Aztán ugye, ahogy mondtam, a visszacsatolás éveiben különösen, akkor újraélettek ezek a kapcsolatok, és tudtak újulni is, tehát regenerálódni is, tehát újra lehetett ismerkedni, összejártak a fiatalok, új házasságok születtek. Ami aztán nagyon-nagyon radikális változást okozott, ez a második világháború után, különösen 1950-től kezdve, ott aztán már végleg elszakadtak. Megszakadtak ezek a kapcsolatok. Ugye a két világháború közti időszakban zajló medvesári csempészetről a Farkas Ottó könyveiben is olvashattunk, ismerünk történeteket. Nára lennék kíváncsi, hogy milyen módon működött ez az illegális kereskedelem ezen fajtája medvesáján a trianoni határváltás után. Tehát tudjuk róla, hogy a magyar mennyire élelmes nemzet, nyilván megtalálta azokat a kiskapukat a határváltozáson is, amiken keresztül lehetett ezt azt behozni és kivinni. Így van. Tehát ez általában így hozza magával valamilyen tilalom, mindig hoz magával valami olyan helyzetet, ahol kiskapuk is vannak, és akkor ezeket úgy az emberek ki is szoktak használni. Hát ez volt a csempészet esetében is. Ez egy illegális, de szervezetten működő szakma volt. Tehát voltak csempészbandák, akik, hát egy kicsit már így folklorizálódott is az egész, már ilyen betyár, szinte ilyen betyár szerepben tüntették fel magukat, illetve őket is úgy vették. Magyarországról marhát, lovat, hát ilyen lábasal jószágot, ugye sertést, juhot csempésztek, meg búzát. De ez a férfiak dolga volt, és úgy tudom, hogy a bakóháziak voltak a legkiválóbb csempészek, mert az ő kertjeik alatt húzódott a zöld határ, tehát ezt így ki is tudtak játszani a financok figyelmét. Asszonyok is csempésztek, de ők inkább ilyen csere arut, tehát nem pénzért, hanem cseréltek. Magyarországról főleg bort pálinkát hoztak az asszonyok, és éjszaka jártak, éjszaka nem volt ellenőrzés, és ugye az Tajtin például volt cipőüzlet, vagy ilyen méteráros üzlet, vagy rövidáros üzlet, és ott megvették azért, amit hoztak, azért megvették, amit kell, és akkor vitték még éjszaka. Tehát valószínűleg a bolt tulajdonos akkor szolgálhatta ki őket. Gyerekeket is gyakran átszalajtottak, őket még könnyebben át lehetett szalajtani ezzel-azzal, amire szükség volt. Aztán ez a csempészkedés, ez a második világháború után újra felvirágzott, de már akkor inkább csak tényleg csak ilyen cserearú, tehát a háború utáni szűkös évek miatt
kénytelenek voltak arra, hogy cseréljenek, mert valami itt nem volt, valami meg a másik oldalon nem volt elég, és 1950-ig még tudott ez is működni. Felvidék és azon belül Medvesállyel lakossága számos úgymond uradalmat és hatalomváltozást ért meg az idők folyamán, hiszen ugye, mint tudjuk, a trianoni diktátum után volt az első bécsi döntés, amit említetted is, Medvesállya és Felvidék lakossága is újra visszakerült Magyarországhoz, majd utána következett ugye a második csehszlovák állam, majd a hontalanság évei, és 50-től ugye a kommunizmustól egészen a rendszerváltozásig. Tehát megfigyelhetünk egyfajta ívet ezzel a kapcsolatban. És akkor a következő jelentős változás, ugye, amikor Szlovákia és Magyarország is egyaránt csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezen belül a schengeni határövezethez, ugye, amikor fellazultak már ezek az átjárási szabályok. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezekben a bizonyos történelmi időszakokban, ugye Trianonról beszéltünk, hogy alakultak a viszonyok, a határviszonyok elsősorban a tajticeredi és a medvesai kis határalkelőkön? Tehát igen, milyen részben módon? Részben már emlegettük is őket, de úgy összefoglalom akkor. Tehát ugye az első ilyen határváltás, vagyis illetve a második határváltás az 1938-ban következett be a első bécsi döntés, második bécsi döntéssel. És hát ez pozitív fogadtatásra lehet itt a medves alatt nyilván, mivel magyar ájkú lakosság volt itt. Még annyit emlegettek az idősebbek, hogy ugye a csempészésnek is véget vetett a 1936-ban az, hogy a financok helyére már a katonaságot rendeltek ki, ugye akkor már volt egy kis előszele ennek a bécsi döntésnek, és a csehszlovák állam megpróbált a határait megvédeni. És katonaság védte, és akkor már nem nagyon lehetett mondjuk ilyen illegális átjárást nagyon valósítani. Hát ennek az vetett véget, hogy aztán ugye Magyarországhoz került ez a Medvesállya is, illetve a Szlovákia déli része a nyelvhatárnak megfelelően nagyjából. És újra össze tudtak forni azok a szálak, amiket azelőtt elvágott a határ, azok megkezdtek újra összeforni. Tehát újra használtak az utakat, újraépültek a gazdasági viszonyok, és hát ez alatt a néhány év alatt azért ugye az összetartozás tudat is újra tudott reprodukálódni, vagy regenerálódni, inkább úgy mondanám, és reprodukálódni is, mert hogy új kapcsolatok születtek. Ennek az időszaknak köszönhető az, hogy én 2005-2006-ban végeztem ezt a kutatást, és ugye az akkor még élő idősek tudtak, tehát eleven emlékeket őriztek, amiket még ők maguk éltek meg ebből az időszakból. Hát a rokoni szálakról beszéltünk, gazdaságiakról is. És akkor tovább menve, hát kitört a háború, ezután már nehezebb lett az élet, természetesen, és ugye a háború után meg visszaálltak a régi viszonyok, vagyis hát ugye a első köztársaság idején, de még szigorúbban álltak vissza. Illetőleg még úgy mondták, hogy körülbelül 1950-ig még azért át lehetett járni jobban, és volt igazolvány is, bár már csak azoknak adtak igazolványt, akik munka céljából akarták átlépni a határt, tehát vagy földművelés, vagy oda jártak dolgozni. Aztán még a kettős birtokosság intézménye is működött 1950-ig, viszont 1950-ben az is megszűnt. Tehát 1950 volt az a ilyen határ, választóvonal, így van, ami nagyon radikálisan megváltoztatta aztán a kommunista hatalomátvételt tulajdonképpen. Tulajdonképpen igen, illetve hát az, hogy Magyarország is ebbe a táborba tartozott, tehát mindkét fél, és megegyeztek, hogy akkor ez így lesz, és ebbe a magyar határőröknek is nagy szerepük volt, hogy ezt a szigort, ezt gyakorolják, tehát nem csak a csehszlovák határőrök, hanem a magyar határőrök is radikálisan. Hát ugye a történelem meg még egyéb dolgokat is
fel tud mutatni, mint például a lakosság csere, az is érintette ezt a vidéket is, mert 1947-ben jött el ide ez a hullám, amikor ugye ott lógott a Damoklész kardja az itteni lakosok feje fölött is, és tényleg voltak, akiket ki is telepítettek. Aztán ugye a kommunista rendszerrel jövő szigorítások, illetve a változások, sok földművelő, elsősorban földműveléssel foglalkoztak a medveseiek is, és voltak nagy gazdák is. Hát őrájuk pedig rányomtak a kulak bélyeget. Például egy kulaknak nem adtak már igazolványt arra, hogy átmehet. Kulaknak nem lehetett átmenni a határon. Tehát se temetésre, sem, semmilyen dolog apropóján nem lehetett átmenni. Illetve aztán ugye 1950-től már csak nagyon-nagyon indokolt esetben, tehát hogyha nagyon közeli hozzátartozó halt meg, vagy volt halálos beteg, akkor adtak engedélyt, ha nem volt ilyen, hogy nem volt kulak, illetve nem volt valamilyen politikai megbélyegzettsége. De sok olyan esetet tudok, tehát egy salgótarjani illető, aki devalósi, is mesélte, hogy például az édesanyja temetését a falu, a szomszédfalú domboldaláról kellett végignéznie, mert nem kapta meg az engedélyt valamilyen politikai indok miatt. Hát ez viszont elég nagy tragédia volt, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen űrt alakított ki a két határa, két oldalon fekvő rész között. Gyakorlatilag a fiatalok már úgy nőttek fel, hogy nem ápoltak odaadt rokoni kapcsolatokat. Még az öregek beszéltek róla, de nem reprodukálódtak ezek a kapcsolatok, nem tartottak őket életben, és lassacskan elhaltak. Tehát lassacskan ez lett aztán az eredmény, hogy ilyen fehér folttal volt az a határon másik oldalon levő terület az egyik fél számára is, meg a másik fél számára is. Még volt ilyen, hogy kialakult ilyen, amikor ugye a határt beszigorítottak, kialakult egy ilyen, hogy rejtett kommunikációnak nevezhetnénk, tehát mivel nem lehetett találkozni, és nem is volt szabad oda menni a határhoz, nem volt szabad beszélni a rokonokkal, mégis valahogy megoldották, méghozzá úgy, hogy a határ közelében dolgoztak, ugye a földek azok érintkeztek egymással, és ha dolgoztak is, úgy kellett átszólniuk a határ másik oldalon dolgozóhoz, hogy ne lássak ugye a határőrök, hogy ők beszélgetnek. Tehát ők dolgoztak, és úgy mondtak el, amit el kellett mondani, megüzenték a rokonoknak, kivel mi van, hogy azért tudjanak egymásról. Tehát ilyen módon oldottak meg, illetve ebben még szerepet játszottak a falu szélén lakó szerediek is a hírvivésben. Tehát át lehetett valahogy úgy kiabálni, hogy ne vegyék észre. Sok ilyen megható történetet meséltek el az öregek ezzel kapcsolatban is, hogy a temetésre, hogy például egyet elmondok úgy érdekesképpen, ha még belefér az időbe, hogy egy idős néni mesélte, hogy a nagybátyja temetésére akartak átmenni Ceredbe. El kellett intézni az engedélyt Rimaszombatba, és hát megkaptak, és Rimaszombatból üzentek Tajtival, hogy vigye át a hírt a cerediéknek, hogy mennek a temetésre. És hát mivel körbe kellett menni, ugye vonattal lehetett menni vagyis Somoskőfaluig, aztán onnan meg busszal, meg ilyen nagyon bonyodalmasan lehetett közlekedni, és estére értek csak oda, de a cerediek megvartak, tehát addig nem temették el a nagybácsit, mert tudtak, hogy jönnek, és megvartak őket. Hát sok ilyen történetet lehetett hallani, és hát ezek részben nekem valamennyit sikerült is összegyűjtenem. Aztán ugye tovább menve, még az 56-os év volt olyan lazabb év, tehát ott beszélték, hogy 56-ban nagyon sokan át tudtak menni, a financok valahogy megengedték. Na és aztán 89-es év volt ilyen változás, a rendszerváltás éve,
de hát akkor még azért nem volt annyira átjárható, csak ünnepekkor nyílott meg a határ néhányszor egy évben, illetve ott is az volt, hogy ugye a két falunak kellett engedélyt kérnie a határőrségtől. Úgy tudom, hogy a csehszlovákiai vagy szlovákiai részről ugye meg lehetett nyitni a probléma nélkül a határt. Érdekes módon a ceredi polgármester mesélte, hogy viszont a magyar határőrségnek elég nagy összegeket kellett fizetni, tehát ilyen díjat arra, hogy meg tudjon az a határ nyílni. Aztán ugye jött az Európa Uniós csatlakozás, ami ígéretes volt, akkoriban nagyon ígéretes volt, hát aztán végül is valóban hozott változást, erős változást. Cerettájt itt, ha vesszük, hogy a kis határát kelőt, földút vezetett egyik faluból a másikba, de ezt a legszigorúbb Mecsiar kormány idején építették ki ott az aszfaltutat érdekes módon, amit még egy sorompó szelt ketté, tehát az csak a sorompóig volt kiaszfaltozva, a ceredi oldalon földút vezetett tovább, erről képeket is tudok mutatni. Aztán akkoriban beszélték, hogy majd ha már a schengeni határ is rendeződik, akkor valószínű, hogy elveszíti a hatáját, és így is történt. Tehát most már azért azóta átjárható autóval is használható az az út. A sors furcsa fintorra, hogy éppen a Trianon 100. évfordulóján úgy lezárultak ugye határok a koronavírus járvány következtében. Zárásként egy utolsó kérdésem lenne hozzád, hogy szerinted mi a legfontosabb üzenete és öröksége a mai napig a trianoni békediktátumnak? Én úgy érzem, hogy nagyon fontos erről tudomást venni. Két szélsőséget ismerek, tehát két szélsőséget tudnék megfogalmazni, ahogy az emberek ehhez viszonyulnak. Ugye az egyik szélsőség az amikor ilyen nagyon sok, azt a sok negatív érzelmet, ami így felgyülemlett ennek kapcsán, ami egyébként érthető is és magyarázható is, de azokat emlegetik fel, illetve hát ilyen negatív, tehát ilyen áldozat, tehát hogy mennyire nagy trauma volt, és milyen áldozat szerepben, milyen jó az áldozat szerepben tündökölni, úgymond. És egyfajta ilyen siratás formájában nyilvánul meg, illetve még negatív indulatok is tudnak hozzájárulni. A másik szélsőség pedig az, amikor az emberek egyszer azt mondják, hogy minek azzal foglalkozni, az, ami volt, az volt, most az van, ami van. Nem lesz olcsóbb a kenyér. Nem lesz olcsóbb a kenyér, így van, tehát nem kell ezzel foglalkozni. És akkor ilyen módon, ez volt eddig is tulajdonképpen az uralkodó nézet, be lett söpörve a szőnyeg alá, és nem nagyon foglalkoztak vele. Nekem az a véleményem, hogy valahol középen kell megtalálni az utat, és felfelé vezető utat, a kifelé vezető utat. Ami azt jelenti, hogy mivel ez valóban egy trauma, ezt el kell ismerni, mert beszéltünk róla, hogy miért volt ez trauma, és a kollektív tudat, a néplélek az megőrzi ezeket a traumákat, úgy, ahogy egyéni szinten is vannak az életben. Az ember érhetik traumák, illetve kudarcok, meg rossz tapasztalatok. Azokat a pszichológia is úgy tartja, hogy fel kell dolgozni. Szembesülni kell velük, és pozitívan fel kell dolgozni. Ha nem szembesül velük, ugyanez van ugye kollektív értelemben is, tehát közösségi szinten ugyanúgy működik ez a trauma feldolgozás, a nemzet szintjén szintén, és ha ezekkel nem szembesítjük önmagunkat, elsősorban magunkkal kell kezdeni, tehát nekünk kell ezzel egyenesbe jönni, a többiekért nem mi vagyunk a felelősek, tehát akik még ebbe ugye érintettek, a szomszédos népek, illetve más, azok, akik más szemszögből élték meg ezt, nekik is kellene ezzel szembesülni, de hát az már az ő dolguk lesz, illetve az is, hogy mi hogy viszonyulunk majd ehhez. De nagyon fontos, hogy ezt mi megismerjük, szembesüljünk vele, és aztán, hogy ezt valahogy úgy dolgozzuk be, hogy ez minket erősíteni tudjon. Mint ahogy egyén szintén, ugye, hogyha túljut valaki egy traumán és feldolgozza azt, akkor újra tudja magát építeni. Tehát szerintem itt ez a sors célja. Én hiszem, hogy ez a sors célja is velünk, hogy ebben erősödjünk és példát tudjunk mutatni, és
felfelé tudjunk valahogy emelkedni. Azt hiszem, ez tökéletes végszó volt, nagyon egyetértek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Bozó Andreának, hogy ellátogatott Medvesaljarra, és remélem, hogy még lesz alkalmunk legközelebb is beszélgetni egy jót, akkor ebben a témában, akkor most témában. Igen, hát nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örülök, hogy ezt itt most elhangozhatott, és hát akkor majd várjuk a további fejleményeket. Köszönjük. Kedves hallgatóink, ez volt a Gortovölgyi Krónika mai rendkívüli adása, melyben a Bozó Andreával lefolytatott beszélgetésem volt hallható. Adásunkat visszahallgathatják holnap délelőtt 10 órakor, vagy akár YouTube csatornánkon keresztül is. További kellemes hetet kívánunk mindenkinek!